Újra lángokban a Közel-Kelet. Vége az arab-izraeli béke folyamatnak? A jó diplomata ismérvei. Király András László nagykövet volt a vendég. Évforduló. 60 éve, hogy diplomáciai kapcsolatokat létesített a Koreai Köztársaság és az EU. Ez a Ludovika TV heti hír összefoglalója. Köszöntöm Önöket! Második alkalommal rendezték meg a BM országos pontszerző fekvenyomó bajnokságot. Az egyre népszerűbb versenyt az országgyűlési őrség szervezte meg a Soroksári sportcsarnokban. 36 szervezeti egység 171 versenyzője mérte össze erejét a Magyar Erőemelő Szövetség versenyszabályzata szerint. Három korosztályon belül a nők 4, a férfiak pedig 5 súlycsoportban nevezhettek. Egyetemünket 18 hallgató és oktató képviselte. Fantasztikus egyéni eredményeknek köszönhetően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapata összesítésben harmadik lett a Készenléti Rendőrség és a Terror Elhárítási Központ csapata mögött. A közelmúltban a gázai övezetből Izrael ellen indított terrortámadást és annak következményeit elemezve tartotta kerekasszal beszélgetést az egyetemen. Olyan konfliktus kezdődött, amely megváltoztatja a Közel-Kelet helyzetét, de nagy hatással van a világra is, vagyis regionális és globális hatást is gyakorol, fogalmazott Kis Benedek József. A katonai és biztonsági szakértő rámutatott, a teljes Közel-Keletre kiterjedő háború kialakulása attól függ, hogyan tudják azt megakadályozni. Csak az az ország tekinthető napjainkban önálló államnak, amely az ENSZ tagja, a palesztinok csatlakozását azonban Izrael akadályozza, ezért folyamatos a sértettségük, fogalmazott Kaiser Ferenc. Az NKHHK Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogyha Izrael megegyezne Szaúd-Arábiával, Iránnak meggyengülnének a pozíciói. Kaiser Ferenc ezért valószínűsítette, hogy az október 7-i terrortámadást indirekt módon Irán is szorgalmazta. Minden szentek, halottak napja. Minden évnek megvan a megnyugvás és a megemlékezés időszaka. Az ünnep különböző hagyományokat és szokásokat jelenthet sokak számára. Az elhunytak iránti tisztelet és emlékezés ünnepén ugyanakkor a szép emlékek felidézése is célunk lehet, miközben szeretteinkre emlékezünk. Azt gondolom, hogy mindig van az évnek egy olyan időszaka, amikor egy kicsit a megnyugvás és az elmúlás kapcsolatát keressük. Ez a két nap erről szokott szólni. Mindannyiunk életében vannak veszteségek. Ezek a veszteségek lehet akár tárgyi veszteség, de még nagyobb, hogyha egy szeretett személy elvesztéséről van szó. És alapvetően ennek a két napnak talán az lehet a célja, hogy egy kicsit emlékezzünk, kicsit megálljunk, kicsit megnyugodjunk, már amennyire meg tudunk nyugodni valakinek az elvesztésében. Nagyon fontos lehet akár a jó emlékeket, a jó élményeket felidézni újra és újra, és átgondolni azt, hogy az adott személy, akit elvesztettünk, mit adott nekünk a mindennapjainkban. Harmadik estjéhez érkezett az Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének az Aktuális Kihívások Nemzetbiztonsági Szemmel című szakmai tudományos rendezvénysorozata. Ezúttal Király András László nagykövet, a Sándor Palota Stratégiai és Tervezési Igazgatóságának igazgatója érkezett vendégként, akit Indiáról, valamint a Dél-Afrikai Köztársaságról kérdeztek. Király András László az elmúlt évtizedben mind Indiában, mind Dél-Afrikában hosszú évekig nagykövetként képviselte Magyarországot. Egyebek mellett beszélt a diplomáciai munka kihívásairól is. Elmondta, a jó diplomata nem éppen van, hanem kialakul, lesz. Bárki dolgozhat bárhol, a munka lényege nem a tárgyi tudás, hanem a mentalitás, alázat, empátia, nyitottság, rugalmasság, de elsősorban az idegen kultúrák iránti tisztelet. Hozzátette, a nagyköveti konzuli munka nem privilégium, hanem a felmerülő problémák megoldása a gyorsan változó világban. 60 éve, hogy diplomáciai kapcsolatokat létesített a Koreai Köztársaság és az EU. A neves alkalomból a Koreai Köztársaságnak a Belga Királyság és az Európai Unió mellé akkreditált nagykövetsége és az EU állandó NATO képviselete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a Koreai Köztársaság Budapesti Nagykövetségével közösen szemináriumot szervezett. A rendezvény célja az volt, hogy platformot biztosítson az elmúlt 60 év diplomáciai kapcsolatainak áttekintésére, valamint a jövőbeni partnerség további erősítése érdekében tervezett lépések megvitatására.
A Nemzetközi Főigazgatóság által szervezett eseményen Deli Gergely, az NKR rektora köszöntötte a jelenlévőket. Országaink kiváló politikai kapcsolatokat ápolnak, ehhez egyetemünk a koreai intézményekkel való tudományos kapcsolataink fejlesztésével és erősítésével szeretne hozzájárulni, fogalmazott. Ennek érdekében az NK egy hosszú távú, 5 évente megújuló együttműködési megállapodást írt alá a Koreai Nemzetvédelmi Egyetemmel. Ennyi volt már a heti hírösszefoglalónk. További tartalmakért kövessék az NK Facebook, YouTube, Instagram és TikTok oldalát. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!